A Szabadkai Mária Rádió hagyományos farsangi báján megközelítőleg 100 vendéget fogadott, akik adományukkal hozzájárultak a magyar szerkesztőség támogatásához. Csizmadia János báskártesi vendéget arról kérdeztük, miért fontos számára a Mária Rádió. Az anyanyelvünkön Isten szavát egyedül a Mária Rádión keresztül, az éterhullámon egyedül a Mária Rádión keresztül tudjuk követni. És egy olyan megnyugvást ad, hogyha hallgassuk, hogy lelki föltöltődést, ami azt hiszem, hogy a rohanó világunkban nagyon nagy szükség van. A 11. éve működő rádiónak a hívek szerint közösség megtartó ereje van. A Mária Rádió Szabadkai szerkesztőségének vezetői nemrég döntöttek arról, hogy önállósulnak. Palatinus István igazgató elmondta, erre azért került sor, mert a jelenlegi frekvencián a magyar és a horvát hívek 80%-a nem tudja őket hallgatni. Másrészt a pravoszláv egyházzal közösen sugároznak napi 12-12 órát, és így nem tudják bővíteni a műsoraikat. A Mária Rádió egy újjászületési folyamatban van, és ennek az örömnek a boldogságot jár át bennünket. Hiszen nagyon-nagyon fontos az, hogy minden szerkesztőség a saját nyelvterületén egy teljes egész programot tudjon adni a hallgatóságnak. A Mária Rádió nagyon jó kapcsolatot épített ki a magyarországi hálózattal és a Kárpát-medencében tevékenykedő Mária Rádiókkal. Kern Imre, a VMS elnökségi tagja kiemelte, a párt nagyon sokat tett az elmúlt időkben a templomok megújításáért, és a Mária Rádió törekvéseit is támogatja. Fontos, hogy a magyarságunk megőrzése szempontjából legyen egy olyan rádiónk, egy Mária Rádiónk, aki az egyház hangját viszi el minden házba, minden lakóshoz. Szeretnénk ezt tovább szélesíteni, úgy frekvencia bővítéssel, kábel csatornákon, illetve az interneten keresztül. Kern hozzátette, ez beleillik a VMS hosszú távú programjában, hiszen a párt és a történelmi egyházak kölcsönösen támogatják egymást nemzetmegtartó törekvéseit.